Mindig is felnéztünk a csillagokra. Néha csak egy múló pillanatra túlnéztünk saját világunkon, a fölöttünk lévő hatalmas égre. A Föld rengeteg katasztrófát élt át, köztük jégkorszakokat, földrengéseket, vulkánkitöréseket. Noha mi vagyunk a bolygón valaha élt legintelligensebb faj, háborúkkal és szennyezéssel mi magunk is pusztítjuk otthonunkat. A Föld azonban túlélt egy másik fenyegetést is, egy sokkal rosszabbat, mint amit mi vagy a természet okozhat. Egy kozmikus eredetű, hatalmas mértékű csapást. Nincs hely, ami biztonságos az ilyenfajta veszéllyel szemben. Ez nem egyetlen ország gondja, hanem az egész világé. Kozmikus eredetű veszélyek valószínűleg állandóan jelen vannak, és még mindig is történtek, csak éppen nem tudtunk róluk. Ilyenkor érezzük csak igazán, hogy milyen jó, hogy az űr ilyen hatalmas. Egy kilométer átmérőjű aszteroida olyan környezeti hatásokat okozna, mely az egész bolygónkat érinteni. Nem elég csupán gondolni rá, tenni is kell ellene. Ha biztosan tudjuk, hol vannak ezek az objektumok, valamit fel kell küldenünk, hogy eltérítsük őket. Módot kell találnunk arra, hogy megvédjük a civilizációnkat. Új technológiák alkalmazásával és a világűr ismeretlen régióinak feltárásával, új védelmi eszközök létrehozásával kell megvédeni a bolygónkat. De vajon ez csupán hollywoodi képzelgés, vagy valós veszély? Figyeljük az eget, és várjuk, vajon mikor jön a következő? Erre a régi kérdésre már évszázadokkal ezelőtt született egy látnoki válasz. Mint a vér, vörös felhők úsznak át az égen, a mennydörgések hangja megrázza a földet, és baljós villámlások világítják meg az eget. A föld alapjaiban rázkódik meg. A tenger megemelkedik, tomboló hullámok árasztják el a száraz földet. Leplezetlen jövő. Halál a magasból. A természet erői a maguk rettenetes módján mind elszabadultak. Hatalmas hullámok ostromolják New York városát. Tüzek áradnak kifelé, hogy felemészszék a világunkat. Ez 1 millió évig nem történhet meg. De most láthatják, mi történne. A Föld felé haladó kisbolygó iránti csodálkozásunk már jóval azelőtt felébredt, hogy e lehetőséget kezdtük volna igazán komolyan venni. És jóval azelőtt világméretű megoldást kellene találnunk, mielőtt ez bekövetkezik. Azok, akik az égboltot kutatják, egyetértenek abban, hogy a Földet egy újabb becsapódás fenyegeti. A kérdés csak az, hogy mikor. Ma már tudjuk, hogy egy kisbolygó becsapódása ugyanolyan sorsra juttathat bennünket, mint hajdan a dinoszauruszokat, a kihalásra. Jay Melos, az elméleti geofizika és a bolygó felszínek kutatásának professzora is azok közé tartozik, akik azon dolgoznak, hogy ne kelljen szembesülnünk ugyanilyen sorssal. 65 millió évvel ezelőtt egy kisbolygó szágódott át a légkörön, és teljesen megváltoztatta bolygónkon az élet addigi menetét. Egyik dinoszaurusz sem volt tudatában annak, hogy odafentről egy a létüket fenyegető veszély leselkedik rájuk. Egy hatalmas kráter keletkezett, az ég vörösbe borult. A hő a felszínen terjedt, szerte a világon lángra kaptak az erdők. Az a becsapódás pusztította el a dinoszauruszokat. Mexikó partjainál a tenger és az üledéktakaró alatt található, amint egy 180 km átmérőjű Chicxulub kráter. Az aszteroidák bolygó maradványok azokból az időkből, amikor 4,6 milliárd éve megszületett a naprendszer. Ezeket kutatja Monica Grady is, az angliai Open University planetáris és űrtudományokkal foglalkozó professzora, aki az ország egyik vezető kutatója ezen a szakterületen. Amikor becsapódnak, meteoritoknak nevezzük őket.
Azért kutatjuk őket, hogy többet megtudjunk fizikai és kémiai tulajdonságaikról. Így jobban megismerjük azokat, amelyek esetleg elérhetik a Földet. Egy ilyen kis meteorit nemrég ért Földet Kanada területén. A bennünket érdeklő nagyok azonban a Mars és a Jupiter pályája közti térségben keringenek, a kisbolygó övezetben. Amióta csak megszületett a Föld, időnként elérik bolygónkat és belecsapódnak. Csak nézzük meg a Holdat, és láthatjuk, hogy a felszíne tele van kráterekkel. Ha a Holdat ilyen gyakran érték el kisbolygók, akkor a Földet is hasonlóképpen elérhették, és semmi sem zárta el a csapot azóta. Most a 99942-es Apophis kisbolygót figyeljük, mely várhatóan 2036-ban ér a Föld közelébe. Nem az a kérdés, hogy a jövőben becsapódik-e egy aszteroida, hanem az, hogy mikor. Egy csillagász újra ellenőrzi rémisztő felfedezését. Egy távoli objektum száguld az űrben, elkerülhetetlen az ütközés bolygónkkal. Az összes tudós megőrült. Semmi sem fog történni. Naprendszerünkben több mint 1000 olyan aszteroida található, ami hasonló kihalást okozhat. Még egy futballpálya méretének harmadát kitevő kisbolygó is ilyet tud létrehozni. Egy másik, nagyjából fél kilométeres átmérőjű ért el bennünket alig 100 évvel ezelőtt. Ezeket kutatja Benny Pazer, az Angol Királyi Csillagászati Társaság és a Brit űrfigyelőrendszer tagja. Pazer számára ez az utóbbi becsapódás különösen érdekes. Ha az 1908-as Tunguska becsapódást tekintjük, annak az objektumnak az átmérője 50-60 méter lehetett, ami igen kicsinek számít, de akkora energiafelszabadulással járt, mint kereken 100 atombombáé. Ha ez egy nagyvárost érintene, totális katasztrófával járna, az egész város elpusztulna. Ha egy aszteroida valamelyik óceánba csapódna be, a hatása még katasztrofálisabb lenne. Olyan cunamit keltene, ami elárasztaná a partvidéki településeket, és emberek milliói halnának meg. A kormányok lassan reagálnak a figyelmeztetésekre, amelyek már évek óta hallatszanak. Nem azok az aszteroidák az igazán veszélyesek, amelyeket ismerünk, hanem azok, amelyekről nem tudunk. Nagyjából az elmúlt két évtizedben kezdték komolyan venni a Föld közelében elhaladó aszteroidák veszélyességét. Az amerikai kongresszus áldását adta egy programra, amely arra szerveződött, hogy a Föld közelben elhaladó egy kilométeresnél nagyobb átmérőjű objektumokat megtaláljuk. A kutatók egyfajta forgalmi térképet készítettek, hogy felismerjék és kövessék az aszteroidák pályáját, és jelezzék, ha valamelyik a Föld közelében készül elhaladni. Más országok kisebb programokon dolgoznak. Ez olyan valami, ami globális kezdeményezést igényelne. A nemzetközi erőfeszítésekhez csatlakozva Kanada NEOSAT nevű mikroműholdja a csúcs technológiát képviseli. A magassági ellenőrző rendszer igazán kiválóan és hatékonyan működik. Állandóan új területeket pásztáz. Mióta csak a számítógépek működnek, a reakciókerekek forognak, a napelemek szolgáltatják az energiát, és az űrszonda tovább folytatja a kutatást. A NEOSAT egyik megfigyelője Ellen Hildebrand, a Calgary Egyetem munkatársa. Dr. Hildebrand azok egyike, akik megállapították, hogy a mexikói Chicxulub krátert létrehozó becsapódás okozta a dinoszauruszok kihalását. A NEOSAT az Európai Déli Obszervatóriummal és másokkal összefogva nemzetközi kutatást végez a még ismeretlen aszteroidák megtalálására. Ez az együttműködés új jele. Az ENSZ rendkívüli ülést tart. Minden konfliktus elhalványul e másik világból érkező veszély mellett. Ha tovább várunk, késő lesz. Az nem elég, hogy csak feltérképezzük, és azt mondjuk, rendben, ezt meg tudjuk csinálni. Igazán közel, nagyon közel van, te jó ég, ez elér bennünket. Tudnunk kell, hogy becsapódik-e, és mit tehetünk ellene. Az aszteroidák feltérképezése az első lépés ahhoz, hogy megelőzzük egy becsapódás katasztrofális pusztításait. Annak érdekében, hogy teljesen védettek legyünk a jövőbeli becsapódások ellen, védelmi rendszereket kell kifejleszteni, olyan eljárásokat, melyek megóvhatnak bennünket e jövőbeni ütközésektől.
A tudósok világszerte számolják, mérik és becslik, milyen eljárásokat lehetne alkalmazni a védelmünk érdekében. Ha már egy aszteroidáról tudjuk, hogy a Föld felé tart, azt is tudnunk kell, hogy mennyi időnk maradt, és mekkora az objektum. A filmipar már is kész arra, hogy megoldást kínáljon, amint ezt az Armageddon című filmben is láttuk. Azt hiszem, főleg a hollywoodi filmek hatására az első, ami az emberek eszébe jut, hogy robbantsuk fel már ott fenn az égben. Ledobod a bombát és távozol. Az a lényeg, hogy távirányítással felrobbantod a bombát. A maradék szikladaraboknak el kell terelődniük annyira, hogy éppen elhaladjanak mellettük. A gond csak az, hogy ez így nem működik. A Földre rengeteg apró radioaktív aszteroida törmelék záporozna, és ez még rosszabb lenne. Nincs meg hozzá a tudásunk. Kísérleteznünk kell. Szondákat kell küldenünk aszteroidákra, hogy lássuk, milyen eljárások lehetnek a leghatékonyabbak. A B612-es alapítvány plazmasugár rakétát ajánl, mely felmegy a kisbolygóhoz és gyengéden darabokra töri. Egy úgynevezett gravitációs traktor kiváló ötletnek tűnik. Nem kell vele leszállni, nem kell érintkezni a felszínével. Elég a gravitációs erő, mely a kívánt irányba mozdítja el. Egy orosz kolléga egy napkollektor ötletével állt elő, mely az aszteroida felszínére fókuszálja a napfényt. Ezzel eléggé fel lehet hevíteni ahhoz, hogy elkezdjen elpárologni még a kőzet is. Ez pedig létrehozna egy löketet, ami elnyomná a kisbolygót a Földdel való ütközési pályáról. Ám miközben a teendőket kiértékelik és a technológiákat tovább tesztelik, egy másik veszéllyel is számolni kell, amit még nehezebb előrejelezni, mint egy aszteroidát, és valószínűleg még annál is pusztítóbb. Egy kataklizmaszerű becsapódás előrejelzése a legfejlettebb tudományos eszközöket kívánja meg. Különféle gépek, űrjárművek építésével elháríthatjuk a fenyegetéseket, amikor igazán veszélyessé válnak. Az előrejelezhetőség biztonságot jelent. Ám az űr mélységeiben a nap körül kering valami, ami nem jelezhető előre. Rövid periódusú üstökösök, melyekről azt feltételezik, hogy a Neptunusz pályáján túlról származnak, és a gravitációs erők hatására hatalmas, 44 000 kilométeres óránkénti sebességgel száguldanak a nap felé. Ezek a rövid periódusú üstökösök újra és újra megjelennek. Becslések szerint kereken 3500 ismert üstökös van a naprendszerben. Sajnos ezek a valóban létező üstökösöknek csak igen kis részét képviselik. A hosszú periódusú üstököseket akár 5000 évig sem látjuk, aztán egyszer csak hirtelen feltűnnek a semmiből és belépnek a naprendszerbe. A távoli űrből érkeznek, ahol becslések szerint több mint 1 billió hosszú periódusú üstökös is lehet. Egy pusztító aszteroida méretének a felét kitevő üstökös háromszor akkora sebességgel száguldhat. Ha egy ilyen eléri a Földet, a becsapódás ereje nagyjából 15-ször akkora lenne, mint a világ teljes atomfegyverkészletének az energiája. Olyan hatalmas sebességgel érkeznek, hogy a pályájuk megváltoztatása rendkívüli nehézséggel járna számunkra. A pályák azonban természetes módon is megváltoznak a naprendszerben, a hatalmas gravitációs erők hatására. És bár ez okozhatja azt, hogy más bolygók szenvedik el egy üstökös pusztítását, csak örülhetünk, hogy ott vannak. Szerencsénkre ott van a Jupiter. Hatalmas a gravitációs ereje, és magához vonza az üstökösöket. Ezért is nevezik kozmikus porszívónak. 1994-ben fantasztikus látvány volt a Shoemaker-Levy üstökös érkezése, mely egy üstökös füzérré vált. Ezt megelőzően pár évvel ugyanis elhaladt a Jupiter mellett, és darabokra esett. Amikor 1994-ben visszatért, egyik darabja a másik után csapódott a bolygóba. És a darabok némelyikének hatása is volt. A Jupiteren akkora hegszerű nyomokat ütöttek, melyek a Föld méretének 80%-át is kitették. Ha mindez a Földet érte volna, az emberiség már nem létezne. A Jupiter heges felszíne emlékeztet bennünket az üstökösökre. Akárcsak a kisbolygók esetében a kutatók azon dolgoznak, hogy feltartóztassák őket. E példaértékű lépések egyike a NASA Deep Impact programja, egy arra irányuló erőfeszítés, hogy első kézből ismerjük meg az üstökösök korát, anyagát és veszélyeit. J. Mellos számítógépes szimulációkat és modelleket készített a program számára.
A Deep Impact misszió során egy 360 kilós űrszonda érkezett egy üstököshöz, pár ezer tonna kőzetanyagot robbantott ki a felszínéről, és ez alapján megtudtuk, hogyan reagál egy ilyen lökésre. Azt már tudjuk, hogy egy nukleáris robbantás a közelében hatástalan lenne, mert éppen csak megkarcolná. Olyan, mintha tűt szúrnánk egy szivacslabdába, vagyis semmit sem érnénk el általa. E szivacslabdában megtalálható az univerzum néhány legidősebb anyaga. Annak érdekében, hogy gyarapítsuk ismereteinket az üstökösökről, az Európai űrügynökség 2004-ben indította útjára a Rosetta missziót. Két egységből áll, a Rosetta űrszondából és egy leszálló egységből. A Rosetta 2014-ben kerül fizikai kapcsolatba magával az üstökössel. Ennek révén nem csak az üstökössel kapcsolatos ismereteink gyarapodhatnak, hanem fény derülhet arra is, miképp biztosíthatjuk túlélésünket. Amint a régi nemzedékek bányászai, a jövőbeli utódaik is gazdagsághoz juthatnak egy újfajta aranyláz keretében. Mindezt elképzelve láthattuk egy 1981-ben készült mozifilmben, melyben a világűrben bányászott nyersanyagokat visszaküldik a Földre. Vajon ez csak fantasztikum marad? Mostanáig igen, de a jövő ilyenekre is lehetőségeket kínál. Azzal, hogy a jövőben esetleg kiaknázhatjuk az aszteroidákban lévő ásványkincseket, bolygónk igen fontos nyersanyagokhoz juthat. Hatalmas lehetőségeink lesznek arra, hogy a javunkra használjuk ki a kisbolygókat, és a kockázatot előnnyé változtassuk. Ez itt egy távolról érkezett, föld közelben elhaladt objektumdarabja, mely aranyat, ezüstöt, platinát, palládiumot, iridiumot tartalmaz, csupa olyan fémet, melyek szükségesek az elektronikához, a kommunikációhoz és szinte mindenhez. A meteorit kráterekről kiderült, hogy valóságos kincses bányák abban az értelemben, hogy gazdasági előnyökkel járnak. Dél-Afrikában a Redeford becsapódás környékén fekszenek a föld legnagyobb aranylelőhelyei. A Yucatán-félszigeten a Chicxulub becsapódás hatalmas földcsuszamlást hozott létre, melyben ma Mexikó legnagyobb olajlelőhelyei találhatók. Az aszteroidák, annak ellenére, hogy titkokat árulhatnak el és nyersanyagokat tartalmazhatnak, még mindig nagyon komoly veszélyeket hordoznak. Továbbra is figyelemmel kísérjük az Apophis kisbolygót és a mozgását, mert akár össze is ütközhet a Földdel. Amikor az Apophis pályáját először felismertük, úgy gondoltuk, hogy valószínűleg 2029-ben érheti el a Földet. Aztán egyre több és több megfigyelést és mérést végeztek, és rájöttek, hogy mindez 2036-ban következhet be. Filmünk készültekor 2006. októberében az Apophis 2036-os becsapódásának valószínűségét 1/45 000-re becsülték. Fel kell tennünk a kérdést önmagunknak, hogyan tudunk felnőni ehhez a feladathoz, ha egy kihalással fenyegető veszély jelenik meg a horizonton. A múltban nem teljesítettünk túl jól a ritkábban előforduló eseményekkel kapcsolatban. Ott van például a 2004-es karácsonyi cunami. Nem sok forrást kellett volna mozgósítani, hogy figyelmeztető jelzést adjunk ki. Amikor az egész bolygó létéről és biztonságáról van szó, ha csak várunk a katasztrófa bekövetkeztére, már túl késő lesz. Vajon át fogjuk lépni a küszöböt, amikor a nem cselekvés katasztrófához vezet? Ha egy aszteroida becsapódása veszélyeztet bennünket, a tudósok lesznek azok, akik erre elsőként rájönnek. Pokoli látomások, pánik és rettegés közepette mit kezdenek ennek tudatában, és mit kezdenek az információkkal? Azt hiszem, bűn volna, ha nem mondanánk el az embereknek, mert tennünk kell ellene valamit. Még ha nem is tudnánk eltéríteni egy aszteroidát, még ha egy akkora objektum is közeledne ma felénk, mint amilyen elpusztította a dinoszauruszokat, akkor is túlélhetnénk. Az esélyek, hogy meg tudjuk előzni, sokkal nagyobbak annál, mint az, hogy ténylegesen bekövetkezik. Szinte alig hihető, hogy egy nagy aszteroida összeütközzön manapság a Földdel, ha figyelembe vesszük mai ismereteinket a naprendszerről. Jóformán mindegyikről tudomásunk van, úgyhogy csak nem teljesen kizárhatjuk egy olyan esemény megismétlődését, mint ami 65 millió éve megtörtént.
Akár 100 vagy 100 000 év múlva a jövőben az emberiség képes lesz megvédeni magát egy kis bolygó becsapódásától. Ha a nagyon távoli jövőben nézünk, mondjuk 5 milliárd évvel előre, a nap felfúvódik, vörös óriássá válik, a Föld felszíne pedig ropogósra sül. Ha tehát az aszteroidák nem is pusztítanak el bennünket, csillagunk majd megteszi. Mint a vér, vörös felhők úsznak át az égen. A Föld alapjaiban rázkódik meg, a tenger megemelkedik, és tomboló hullámok árasztják el a száraz Földet. Csak abban reménykedhetünk, hogy a tudomány megadja a megoldást, mielőtt a profécia beteljesülne. Rengeteg olyan kihívással kell szembenéznünk, amely megosztja az emberiséget. Ám ha bolygónk és az élet elpusztításával kell szembesülnünk, vajon megtaláljuk-e azt, ami egyesít bennünket? Sokan vannak, akik éppen ebben látják az emberiséget fenyegető fő veszélyeket. Mások, és én is közéjük sorolom magamat, abban reménykednek, hogy ha komoly fenyegetéssel kell szembeszállnunk, meg fogjuk találni a közös hangot, mert az ilyen veszély megkívánja, hogy az egész világ összefogjon az elhárítása érdekében. Narrátor Vicián Ottó. Magyar szöveg Németh Géza, szerkesztő Lerner János, hangmérnök Csomár Zoltán, gyártásvezető Gémesi Krisztina, szinkronrendező Nándori István. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Pannonia Sound System készítette, produkciós vezető Valger Zsófia. Képviselik. A hosszú periódusú üstököseket akár 5000 évig sem látjuk, aztán egyszer csak hirtelen feltűnnek a semmiből és belépnek a naprendszerbe. A távoli űrből érkeznek, ahol becslések szerint több mint 1 billió hosszú periódusú üstökös is lehet. Egy pusztító aszteroida méretének a felét kitevő üstökös 3-szor akkora sebességgel szágulhat. Ha egy ilyen eléri a Földet, a becsapódás ereje nagyjából 15-ször akkora lenne, mint a világ teljes atomfegyverkészletének az energiája. Olyan hatalmas sebességgel érkeznek, hogy a pályájuk megváltoztatása rendkívüli nehézséggel járna számunkra. A pályák azonban természetes módon is megváltoznak a naprendszerben, a hatalmas gravitációs erők hatására. És bár ez okozhatja azt, hogy más bolygók szenvedik el egy üstökös pusztítását, csak örülhetünk, hogy ott vannak. Szerencsénkre ott van a Jupiter. Hatalmas a gravitációs ereje, és magához vonza az üstökösöket. Ezért is nevezik kozmikus porszívónak. 1994-ben fantasztikus látvány volt a Shoemaker-Levy üstökös érkezése, mely egy üstökös füzérré vált. Ezt megelőzően pár évvel ugyanis elhaladt a Jupiter mellett, és darabokra esett. Amikor 1994-ben visszatért, egyik darabja a másik után csapódott a bolygóba. És a darabok némelyikének hatása is volt. A Jupiteren akkora hegszerű nyomokat ütöttek, melyek a Föld méretének 80%-át is kitették. Ha mindez a Földet érte volna, az emberiség már nem létezne. A Jupiter heges felszíne emlékeztet bennünket az üstökösökre. Akár csak a kis bolygók esetében, a kutatók azon dolgoznak, hogy feltartóztassák őket. E példaértékű lépések egyike a NASA Deep Impact programja, egy arra irányuló erőfeszítés, hogy első kézből ismerjük meg az üstökösök korát, anyagát és veszélyeit. Jay Melos számítógépes szimulációkat és modelleket készített a program számára. A Deep Impact misszió során egy 360 kilós űrszonda érkezett egy üstökösöz, pár ezer tonna kőzetanyagot robbantott ki a felszínéről, és ez alapján megtudtuk, hogyan reagál egy ilyen lökésre. Azt már tudjuk, hogy egy nukleáris robbantás a közelében hatástalan lenne, mert éppen csak megkarcolná. Olyan, mintha tűt szúrnánk egy szivacslabdába, vagyis semmit sem érnénk el általa. E szivacslabdában megtalálható az univerzum néhány legidősebb anyaga. Annak érdekében, hogy gyarapítsuk ismereteinket az üstökösökről, az Európai űrügynökség 2004-ben indította útjára a Rosetta missziót. Két egységből áll, a Rosetta űrszondából és egy leszálló egységből. A Rosetta 2014-ben kerül fizikai kapcsolatba magával az üstökössel.
Ennek révén nem csak az üstökössel kapcsolatos ismereteink gyarapodhatnak, hanem fényderülharó alatt található, amint egy 180 km átmérőjű Chicxulub kráter. Az aszteroidák bolygó maradványok azokból az időkből, amikor 4,6 milliárd éve megszületett a naprendszer. Ezeket kutatja Monica Greddy is, az angliai Open University planetáris és űrtudományokkal foglalkozó professzora, aki az ország egyik vezető kutatója ezen a szakterületen. Amikor becsapódnak, meteoritoknak nevezzük őket. Azért kutatjuk őket, hogy többet megtudjunk fizikai és kémiai tulajdonságaikról. Így jobban megismerjük azokat, amelyek esetleg elérhetik a Földet. Egy ilyen kis meteorit nemrég ért Földet Kanada területén. A bennünket érdeklő nagyok azonban a Mars és a Jupiter pályája közti térségben keringenek, a kis bolygó övezetben. Amióta csak megszületett a Föld, időnként elérik bolygónkat és belecsapódnak. Csak nézzük meg a Holdat, és láthatjuk, hogy a felszíne tele van kráterekkel. Ha a Holdat ilyen gyakran érték el kisbolygók, akkor a Földet is hasonlóképpen elérhették, és semmi sem zárta el a csapot azóta. Most a 99942-es Apophis kisbolygót figyeljük, mely várhatóan 2036-ban ér a Föld közelébe. Nem az a kérdés, hogy a jövőben becsapódik-e egy aszteroida, hanem az, hogy mikor. Csillagász újra ellenőrzi rémisztő felfedezését. Egy távoli objektum száguld az űrben, elkerülhetetlen az ütközés bolygónkkal. Az összes tudós megőrült. Semmi sem fog történni. Naprendszerünkben több mint 1000 olyan aszteroida található, ami hasonló kihalást okozhat. Még egy futballpálya méretének harmadát kitevő kisbolygó is ilyet tud létrehozni. Egy másik, nagyjából fél kilométeres átmérőjű ért el bennünket alig 100 évvel ezelőtt. Ezeket kutatja Benny Pazer, az Angol Királyi Csillagászati Társaság és a brit űrfigyelőrendszer tagja. Pazer számára ez az utóbbi becsapódás különösen érdekes. Ha az 1908-as Tunguska becsapódást tekintjük, annak az objektumnak az átmérője 50-60 méter lehetett, ami igen kicsinek számít, de akkora energiafelszabadulással járt, mint kereken 100 atombombáé. Ha ez egy nagyvárost érintene, totális katasztrófával járna, az egész város elpusztulna. Ha egy aszteroida valamelyik óceánba csapódna be, a hatása még katasztrofálisabb lenne. Olyan cunamit keltene, ami elárasztaná a partvidéki településeket, és emberek milliói halnának meg. A tudósok világszerte számolják, mérik és becslik, milyen eljárásokat lehetne alkalmazni a védelmünk érdekében. Ha már egy aszteroidáról tudjuk, hogy a Föld felé tart, azt is tudnunk kell, hogy mennyi időnk maradt, és mekkora az objektum. A filmipar már is kész arra, hogy megoldást kínáljon, amint ezt az Armageddon című filmben is láttuk. Azt hiszem, főleg a hollywoodi filmek hatására az első, ami az emberek eszébe jut, hogy robbantsuk fel már ott fenn az égben. Ledobod a bombát és távozol. Az a lényeg, hogy távirányítással felrobbantod a bombát. A maradék szikladaraboknak el kell terelődniük annyira, hogy éppen elhaladjanak mellettük. A gond csak az, hogy ez így nem működik. A Földre rengeteg apró radioaktív aszteroida törmelék záporozna, és ez még rosszabb lenne. Nincs meg hozzá a tudásunk. Kísérleteznünk kell, szondákat kell küldenünk aszteroidákra, hogy lássuk, milyen eljárások lehetnek a leghatékonyabbak. A B612-es alapítvány plazmasugár rakétát ajánl, mely felmegy a kisbolygóhoz és gyengéden darabokra töri. Egy úgynevezett gravitációs traktor kiváló ötletnek tűnik. Nem kell vele leszállni, nem kell érintkezni a felszínével. Elég a gravitációs erő, mely a kívánt irányba mozdítja el. Egy orosz kolléga egy napkollektor ötletével állt elő, mely az aszteroida felszínére fókuszálja a napfényt. Ezzel eléggé fel lehet hevíteni ahhoz, hogy elkezdjen elpárologni még a kőzet is. Ez pedig létrehozna egy löketet, ami elnyomná a kisbolygót a Földdel való ütközési pályáról. Ám miközben a teendőket kiértékelik és a technológiákat tovább tesztelik, egy másik veszéllyel is számolni kell, amit még nehezebb előrejelezni, mint egy aszteroidát, és valószínűleg még annál is pusztítóbb.
egy kataklizmaszerű becsapódás előrejelzése a legfejlettebb tudományos eszközöket kívánja meg. Különféle gépek, űrjárművek építésével elháríthatjuk a fenyegetéseket, amikor igazán veszélyessé válnak. Az előrejelezhetőség biztonságot jelent. Ám az űr mélységeiben a nap körül kering valami, ami nem jelezhető előre. Rövid periódusú üstökösök, melyekről azt feltételezik, hogy a Neptunusz pályáján túlról származnak, és a gravitációs erők hatására hatalmas, 44 ezer kilométeres óránkénti sebességgel száguldanak a nap felé. Ezek a rövid periódusú üstökösök újra és újra megjelennek. Becslések szerint kereken 3500 ismert üstökös van a naprendszerben. Sajnos ezek a valóban létező üstökösöknek csak igen kis részét képviselik. A hosszú periódusú üstököseket akár 5000 évig sem látjuk, aztán egyszer csak hirtelen feltűnnek a semmiből és belépnek a naprendszerbe. Így jobban megismerjük azokat, amelyek esetleg elérhetik a Földet. Egy ilyen kis meteorit nemrég ért Földet Kanada területén. A bennünket érdeklő nagyok azonban a Mars és a Jupiter pályája közti térségben keringenek, a kis bolygó övezetben. Amióta csak megszületett a Föld, időnként elérik bolygónkat és belecsapódnak. Csak nézzük meg a Holdat, és láthatjuk, hogy a felszíne tele van kráterekkel. Ha a Holdat ilyen gyakran érték el kisbolygók, akkor a Földet is hasonlóképpen elérhették, és semmi sem zárta el a csapot azóta. Most a 99942-es Apophis kisbolygót figyeljük, mely várhatóan 2036-ban ér a Föld közelébe. Nem az a kérdés, hogy a jövőben becsapódik-e egy aszteroida, hanem az, hogy mikor. Csillagász újra ellenőrzi rémisztő felfedezését. Egy távoli objektum száguld az űrben, elkerülhetetlen az ütközés bolygónkkal. Az összes tudós megőrült. Semmi sem fog történni. Naprendszerünkben több mint 1000 olyan aszteroida található, ami hasonló kihalást okozhat. Még egy futballpálya méretének harmadát kitevő kisbolygó is ilyet tud létrehozni. Egy másik, nagyjából fél kilométeres átmérőjű ért el bennünket alig 100 évvel ezelőtt. Ezeket kutatja Benny Pazer, az Angol Királyi Csillagászati Társaság és a brit űrfigyelőrendszer tagja. Pazer számára ez az utóbbi becsapódás különösen érdekes. Ha az 1908-as Tunguska becsapódást tekintjük, annak az objektumnak az átmérője 50-60 méter lehetett, ami igen kicsinek számít, de akkora energiafelszabadulással járt, mint kereken 100 atombombáé. Ha ez egy nagyvárost érintene, totális katasztrófával járna, az egész város elpusztulna. Ha egy aszteroida valamelyik óceánba csapódna be, a hatása még katasztrofálisabb lenne. Olyan cunamit keltene, ami elárasztaná a partvidéki településeket, és emberek milliói halnának meg. A kormányok lassan reagálnak a figyelmeztetésekre, amelyek már évek óta hallatszanak. Nem azok az aszteroidák az igazán veszélyesek, amelyeket ismerünk, hanem azok, amelyekről nem tudunk. Nagyjából az elmúlt két évtizedben kezdték komolyan venni a Föld közelében elhaladó aszteroidák veszélyességét. Az amerikai kongresszus áldását adta egy programra, amely arra szerveződött, hogy a Föld közelben elhaladó egy kilométeresnél nagyobb átmérőjű objektumokat megtaláljuk. A kutatók egyfajta leplezetlen jövő. Halál a magasból. A természet erői a maguk rettenetes módján mind elszabadultak. Hatalmas hullámok ostromolják New York városát. Tüzek áradnak kifelé, hogy felemészszék a világunkat. Ez 1 millió évig nem történhet meg. De most láthatják, mi történne. A Föld felé haladó kisbolygó iránti csodálkozásunk már jóval azelőtt felébredt, hogy el lehetőséget kezdtük volna igazán komolyan venni. És jóval azelőtt világméretű megoldást kellene találnunk, mielőtt ez bekövetkezik.
Azok, akik az égboltot kutatják, egyetértenek abban, hogy a Földet egy újabb becsapódás fenyegeti. A kérdés csak az, hogy mikor. Ma már tudjuk, hogy egy kis bolygó becsapódása ugyanolyan sorsra juttathat bennünket, mint hajdan a dinoszauruszokat, a kihalásra. Jay Melos, az elméleti geofizika és a bolygó felszínek kutatásának professzora is azok közé tartozik, akik azon dolgoznak, hogy ne kelljen szembesülnünk ugyanilyen sorssal. 65 millió évvel ezelőtt egy kisbolygó szágoldott át a légkörön, és teljesen megváltoztatta bolygónkon az élet addigi menetét. Egyik dinoszaurusz sem volt tudatában annak, hogy odafentről egy a létüket fenyegető veszély leselkedik rájuk. Egy hatalmas kráter keletkezett, az ég vörösbe borult. A hő a felszínen terjedt, szerte a világon lángra kaptak az erdők. Az a becsapódás pusztította el a dinoszauruszokat. Mexikó partjainál a tenger és az üledéktakaró alatt található, amint egy 180 km átmérőjű Chicxulub kráter. Az aszteroidák bolygó maradványok azokból az időkből, amikor 4,6 milliárd éve megszületett a naprendszer. Ezeket kutatja Monica Grady is, az angliai Open University planetáris és űrtudományokkal foglalkozó professzora, aki az ország egyik vezető kutatója ezen a szakterületen. Amikor becsapódnak, meteoritoknak nevezzük őket. Azért kutatjuk őket, hogy többet megtudjunk fizikai és kémiai tulajdonságaikról. Így jobban megismerjük azokat, amelyek esetleg elérhetik a Földet. Egy ilyen kis meteorit nemrég ért Földet Kanada területén. A bennünket érdeklő nagyok azonban a Mars és a Jupiter pályája közti térségben keringenek, a kis bolygó övezetben. Amióta csak megszületett a Föld, időnként elérik bolygónkat és belecsapódnak. Csak nézzük meg a Holdat, és láthatjuk, hogy a felszíne tele van kráterekkel. Ha a Holdat ilyen gyakran érték el kis bolygók, akkor a Földet is hasonlóképpen elérhették.